Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Ismeritek azt az érzést, amikor gondolkodsz egy ilyen játékon, és átesztenem, ebben nem fogsz belevágni, soha nem fogsz bele, nem fogod megvenni, ez a játék nem éri meg, annyi mindent hallok róla, de azért csak így nézeget egy YouTube-on, és eltelik egy év, és a végén azon kapod magad, hogy csak játszol már ezzel a játékkal, és hát igen, így vagyok én és a Black Desert Online. Végre játszottam, kipróbáltam, játszok azóta is vele, Jesszus Mária, ráfügtem, ez meg. És most egy ilyen dilemmába vagyok, ugye felraktam a Monster Hunter World videómat, ami kurva jó játék, és élvezem játszani, és itt van ez a Black Desert Online, amit most fogok nektek bemutatni, és ezzel is játszanék, és nem tudom, hogy mit csináljak, és még a Warframe is ott van, és teljes mértékben megtaláltam három olyan játékot, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, ugye Warframe, Monster Hunter World, Black Desert Online, mi nem lehet így összerakni őket, hogy egy legyen. Na, úgyhogy, hölgyeim és uraim, Black Desert Online következik, egy pár gondolat, a játék nem új, ezért nehéz úgy hívni, hogy review, bemutató, értékelő, bármi. A játék nem új, de szeretnék beszélni egy kicsit azoknak róla, akik nem nagyon hallottak róla, vagy fogalmazódott meg bennük, nem tudják, hogy mit csinálnak ezzel a játékkal. Jó és rossz, és minden szempontból. Nos, az első dolog, ami nagyon meglepő volt számomra ebben a játékban, az a karakter készítés. Egyszerűen nagyon jó. Talán az egyik legjobb, amit valaha láttam. Megfelelően mély, de nem túl mély. Mindent be lehet állítani a karaktereden, jól néz neki. A csajok wow. Pasik wow, I guess. Minden karakter kurva jól néz ki, és nagyon jó képességekkel vannak ellátva. Megfelelően változatosak, és egyszerűen látod, hogy a karakter nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és jó a karakter, jó a grafikája, amikor szerkeszted a karaktert, látszik rajta minden apróság. És mit nem ad az Isten, mikor belépsz a játékba, a karakter készítő rész teljes mértékben ugyanaz, mint amit látsz a játékban. Szóval nincs csalás, hogy úgy mondjam, hogy nagyon szép a karakter készítő, és törülsz neki, és mikor belépsz a játékba, ilyen, please. Nem. A játékról el lehet mondani, hogy nagyon szép. És a legdurvább benne a részletek, az apró részletek, amire figyeltek. Figyeljétek csak meg, itt a karakternek a lábizma látszik, amikor nehezet cipel. És ilyen apróban menő részletekék, hogy kijössz a vízből, nedves leszel, esik rád az eső, nedves leszel, a tükröződések, amik ott vannak, a hangulat az egésznek, ahogy kinéz a környezet, elképesztő. És most tudtam meg rá a hírt, hogy még kap egy grafikai update-et, amitől még szebb lesz a játék. Szerintem már így is nagyon szép, de még szebb lesz a játék, és egyszerűen ez, már eleve ez, hogy egy MMORPG, hagyományos stílusú MMORPG, ami ott odakint van, ennyire szép tud lenni, le a kalappal előtte, és nagyon-nagyon elégedett voltam, amint elsőre beléptem. Beszéljünk a gameplayről egy kicsit. A gameplay... Wow! Van egy játék, tudjátok nagyon jól, Warframe, évek óta játszom, és úgy gondolom, hogy a Warframe-ben a világon, megmerem kockáztatni, hogy a világon a top 3, talán kimerem jelenti, hogy az első helyen álló olyan játék, aminek a harcrendszeréhez fogható sehol máshol nincs egy játékban is, és ezzel nem fogok vitatkozni, hogy őszinte legyek. Az a harcrendszer, ami a Warframe-ben van, nagyon-nagyon egyedi, nagyon folyékony, jól néz ki, és úgy érzed, hogy OP vagy, jó, tehát egyszerűen le a kalappal, tudjátok, hogy állnak a Warframe-hez. És itt van nekünk ez a Black Desert Online. A harcrendszere, Peach please. Nem jobb, mint a Warframe, de legalább nagyon közel áll hozzá. De mondanám, hogy második legjobb akár. És nagyon jól meg van csinálva. Nagyon ki van találva. Nagyon szép, folyamatos, egyszerű, erősnek érzed magad. A kardod vág.
kurva jó effektek vannak, néha egy kicsit már túlzóan sokak vannak, hogy nem látod a karakteredet annyira, de nem bánod. Nagyon jól néz ki, és egy nagyon jutalmazó, jó érzés harcolni ebben a játékban. Az egy másik kérdés, hogy a 0-tól 56. szintig nem igazán jelentenek kihívást a szörnyek, hogy őszinte legyek, de ez is jó érzés, mert megadja a OP vagyok érzetét, és hogy jól csinálom érzetét, tehát mert hogy nem vagyok gyengébb, mint a szörnyek. Szóval nem olyan mondjuk, mint például a Monster Hunter World vagy a Warframe, hogy a kis szintű vagy, akkor néha megküzdesz a szörnyekkel. Nem, itt azért elég OP vagy már kezdeti szinteken is, és viszonylag könnyű legyőzni még a bosszokat is, bár erről is hallottam most egy hírt, hogy ezen is update-elnek, és egy kicsit nehezebbé csinálják. Szóval a játék, hogy őszinteljek veled, eddig hamarosan elérem az 56. szintet, és elmondom nektek, srácok, a játék talán 1%-ával foglalkoztam eddig, csak. És azért is mondhatni, hogy viszonylag gyorsan értem az 56. szintet, de más nem csinálok, csak megyek és kalandozok a játékban. Még bele se mertem fogni abba, hogy gazdasági kultúra, még csak kapargatom a felszínt, olyanban, hogy igazán felbusztoljam a gear setjeimet, még csak kapargatom a felszínt, aztán srácok, itt ez a játék úgy ad neked szerintem 1000-1500 játék órát, hogy egyszer nem ismételed meg magad. És úgy néz, hogy kb. 10 dolcsi a játék. De azért hallgassatok majd végig, mert rátérünk a negatív részekre is természetesen. De gondold végig, hogy 1000 órányi játék, annélkül, hogy megismételnéd magad kb. Azért hatalmas, és sok tennivaló van. Szóval, és ez csak a kalandozás része, amikor elmész és kalandozol, mert hogy ki tudsz építeni egy komplett gazdasági rendszert, ami neked pénzt tud hozni. Specializálhatod magad vadászatra, főzésre, halászatra, a harcok mellett, amiből pénzt csinálsz magadnak. Az egésznek a központjában természetesen a játékbéli pénz van, és hogy mit tudsz azzal megvásárolni, hogy erősebb legyél. Nincs egy különösebb témája a játéknak. Van egy single player, hát egy ilyen főküldetés szála neki, de arról inkább ne beszéljünk, mert bitch please, mert nem nagy szám. De a játék megfog és visz magával, tehát nem tudok másképp mondani róla. És itt egy kicsit most áttérnék a negatív részre is, remélem, hogy eljutottatok idáig. Ebben a játékban megtalálható az összes fajta mikrotranszakció fajta. A pay to win, a pay to progress faster és pay to look good. Tehát, hogy fizetsz, hogy jól néz ki, fizetsz, hogy gyorsabban fejlődsz, és fizetsz azért, hogy OP-bb legyél. Ebben a játékban mind a három benne van, ebbe az egész törzsében, és ez az egyetlen dolog, ami felől érzem a nyomását a játéknak, hogy próbálja, hogy vegyél igazi pénzért dolgokat. El is kezdtem rendesen nézni videókat róla, ilyenkor azért beleásom magam egy játékba, hogy van ez a gazdasági rendszer, mennyire muszáj és mennyire nem muszáj pénzt költeni erre, ahhoz, hogy egy megfelelő mértékben fejlődjél. Sok videót megnéztem erről azoktól, akik már ugye régebb óta játszanak a játékról, és igyekszem eldönteni. Szóval a játék tud pay to win lenni, és van neki egy PvP része, ami az egyik endgame, tehát a PvP, a klánba való részvétel, a guild harcok, a klán háborúk, mert olyanok vannak ebben a játékban, hogy klán háború, amikor több száz játékos egymásra esik, fantasztikus élmény lehet, ha nem laggol a szerver. És ott valószínűleg egy-két játékos veterán, aki előnyt élveznek, főleg, hogyha pénzt költöttek a dologokra. De nem gáz, mert nem régen, nem tudom milyen régen, ugye, hozzáadtak egy PvE, tehát olyan mobok elleni endgame-szerűséget is. Mindenki azt mondja rá, nem a legtökéletesebb, de egy út, amerre el lehet indulni, úgy gondolom. Szóval nekem, mint új játékosnak ebben a játékban, teljes mértékben ez lesz az, ami van, és ezt fogom megszokni, és valószínűleg megszeretni is. Én nem egyelőre, valószínűleg majd, hogyha lesz egy 1000 órám a játékban, talán akkor már megunom annyira, hogy PvP-zek, egyelőre az engem nem volt. Szóval a következő következtetéssel jutottam ebben az egészben.
Ha költesz is rá pénzt, rengeteg ilyen guide van odakint, amik megmondja, hogy mit érdemes megvenni, mint egy kezdőjátékos, hogy ami a fejlődésedet szolgálja, és mindenki egytől egyik, akit hallgattam, azt mondta, hogy ennyit megér befektetni a játékba, hogy gyorsabban, jobban fejlődj, és maximalizáld a különböző esélyeket, amikkel a játék szolgál, mert minden RNG. És itt is tudsz elég sokáig farmolni, hogy kikapj egy-két cuccot, de hogy maximalizáld az esélyeket, egy-két lépésért érdemes pénzt költeni. Kozmetikumokat el lehet érni játékbéli pénzért is, csak olyan nagy rá a kereslet, hogy szinte esélyed nem lesz rá megvenni. Szóval, hogyha jól akarsz kinézni, akkor arra is fogsz költeni, mivel ugye a játék nem kínál túl változatos ruha kollekciókkal, hogy őszinte legyek, és hogyha tényleg jól akarsz kinézni, akkor többi valószínű, hogy költeni fogsz rá. Mit akartam még mondani? Ja, igen, kezdő játékosként ebben a játékban úgy érzed, hogy a játék a lábad előtt van. Mindent megad neked, amire szükséged van. XP boostokat, ilyen csomagot, olyan csomagot megkapsz, ilyen 7-8-30 napokra ingyen, full, kiosztja neked a játék, droppolnak a bosszok, minden van, ami kell. Dupla XP-től kezdve. És úgy később jöttem rá, hogy azért, mert a kezdő szervereken vagy, és ott minden XP boost van, minden boostolva van, minden boost van. Ugye miután kilépsz a kezdő fázisból, eléred az 50. szintet, utána már nagyon belassul minden, és nagyon nehezebbre esik farmolni. Hát értelemszerű MMORPG azért van, hogy sokat játszál vele. Úgyhogy kezdő játékosoknak én azt javaslom, maradjanak meg a kezdő szerveren, addig, ameddig úgy érzik, hogy megerősödtek. Megerősödött a staminájuk, az erejük, az életük, felbusztolták, mert van benne AFK, grindolás bőven, ezt azt kell mondjam, de a dupla XP szervereken könnyebben megy. Szóval én ezt nem tudtam az elején, én megalkottam az első karakteremet, átléptem az 50. szintre, végre boldog voltam, és akkor utána döbbentem rá, hogy utána már nem túl baráti a játék ezzel a dologgal kapcsolatban. De talán így van rendjén. Ezt fogom megszokni, nekem ez így normális lesz. Szóval a következő karakteremmel mindenképp addig maradok a kezdő szervereken, amíg meg nem erősödök addig, hogy úgy érezzem, na most itt az ideje átlépni a rendes szerverekre, és akkor mehet. És a kezdő szervereken fogom kiépíteni a gazdasági rendszeremet is, mert hogy van, és hogy elég komplex, és nagyon sok mindenre kell figyelni. Úgyhogy aki egy ilyen például dolgozói birodalmat akar kiépíteni, kereskedelmi birodalmat, megteheti. Aki bálnára akar vadászni a messzi óceánban? Megteheti. Aki napokat akar eltölteni egy sivatagban? Megteheti. Aki baszott nagy óriás szörnyet akar legyőzni együtt egy egész szerverrel? Megteheti. Egyszerűen elképesztő ebből a szempontból a játék. De érzed, hogy nyomja rád azt, hogy kell egy kis pénzt költened azon kívül, amit szereztél, amiért megvetted a játékot. A játék nem drága, sokszor akciózzák le, tehát én konkrétan 5 fontért vettem meg, ennyi volt, amikor le volt akciózva, azt mondta, hogy hát azért megér még akkor is, a 2 órát játszom csak vele, de nem 2 órát tehettem vele, belefügtem. És azon kaptam magam, hogy éjszakára, mert éjszaka dolgozom, ugye nem vagyok itt, ha éjszakára bekapcsolva hagytam a gépet, és menjen, mert grindolni kell, mert erősebbnek kell lenni, és a karakterem csinálta, addig, ameddig haza nem értem. Szóval ilyet utoljára én nem tudom, mikor csináltam egy játékban, hogy így bekapcsolva hagytam a gépemet, mert hogy erősebbnek kell lenni című történet. És az igazság az, hogy csak azért hagytam bekapcsolva, hogy azért legyek erősebb, hogy ne kelljen pénzt költenem, további pénzt költeni a játékra, mert még nem vagyok benne biztos, hogy igazán akarom-e ezt a játékot játszani, vagy nem. A probléma vele, amiért nem vagyok benne biztos, mert a játék hihetetlenül addiktív, és csak víz, hogy még csak ezt megnézem, még csak azt megnézem, még csak azt akarom megnézni, még ezt megcsinálom, és utána lefekszek, és azon kapod magad, hogy már nem alszol. Szóval hihetetlenül addiktív, nagyon távolról és mértékkel játszátok ezt a játékot. Mert kurva jó, és a kurva jósága az, ami addiktívá teszi. Ezen kívül természetesen sok panasz is jön rá, hogy a PvP-je nem a legjobb, nem a legjobb barát az újonc játékosokkal, a veteránok túl OP-ek,
PvE nem létezett ugye régebben, csak most, és az is még csak kezdeti szinten van. Miért nem a játék hibáit javítják ki helyette, miért adnak hozzá egy baszott nagy szörnyet a játékhoz, miért ne, miért ne? Ugye ilyen apró dolgok, a veteránok panaszkodnak, de a veteránok minden játékban panaszkodnak. A kedvenc játékod, ha veterán vagy benne, a változások mindig nehezen érintenek, engem is a Warframe-ben nehezen érintenek a változások, de új játékosként ezt látom és ezt szokom meg, ezt fogom megszerezni, majd hogyha veterán leszek, én is panaszkodom dolgokon valószínűleg, de egyelőre a Black Desert Online nem tudok rá igazán rosszot mondani, leszámítva a nagyon gusztustalan, a nagyon-nagyon gusztustalan mikrotranszakció részt, amit én megpróbálok elkerülni, és nem nyomni az endgame-et, nem feltétlenül az endgame-et nyomni, hanem kielvezni azt, amit a játék ingyen ad, és hogyha egyszer talán megúnom, akkor endgame felé menni, és esetleg költeni a játékra, mert hogyha annyira megszeretem, akkor miért ne, akkor miért ne támogatnám ugye a fejlesztő csapatot. De amíg közelébe se járok az endgame-nek, ami úgy gondolom, hogy nagyon több száz óra lesz, hogy több száz óra lesz, addig semmiképp sem fogok pénzt költeni rá, hogy ez mind gyorsabban menjen, mert hogy élvezem azt, amit ebben az állapotomban nyújt a játék, és mondom, még csak a felszínt kapargatom. Még csak. Srácok, ez lett volna Black Desert Online. Ki játszik Magyarországon Black Desert Online-nal? Magyar guild létezik? Keresek egy magyar guildet. Természetesen azután, ami után övőkeningeltem. Tehát 56. szint után létezik odakint egy magyar guild. Szóljatok, jelentkeznék, srácok. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!